Hangosan szurkoltak a rokonai a decsi fiatalembernek az idei nemzeti vágtán. Schwarzenbart Bálint nem most először vett részt a vágta döntőjén a budapesti Hősök terén. Ez volt a 8. versenye ugyanitt. Ez egy nagyon felemelő érzés, mert ezt a településünket képviselhetjük és bemutathatjuk, hogy mi onnan származunk, honnan jövünk. Ez egy nagyon jó érzés. Az, aki oda felkerül, az egy fenomenális érzés. Bálint hónapokon keresztül készült a budapesti döntőre. A versenyre végül egy szentlőrinci futamon szerzett kvalifikációt. Tangó a ló, amelyikkel versenyzett, most is Érsekhalmán van tréningen. Heti 5 alkalommal edz a ló. Én most egy trénernél edzettem, én heti 2-szer jártam hozzá, a többi napokon ők edzették. Molnár Gyöngyi volt a trénerünk, az edzőnk, ő már 2-szer nyerte a budapesti nemzeti vágtát. Bálint végül idén a középfutamon 3. helyezést ért el, jövőre pedig újra meg akarja mérettetni magát Budapesten a Hősök terén.